Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a szép márciusi napon, az Balatoni Háza 2021-es építészeti díjpályázatnak a díjkiosztó ünnepségén itt Balatonbóláron. Külön köszöntöm a megjelentek közül Rúcs Ferencet, az Almegyei Közgyűlés alelnökét, Deák Krisztinát, a miniszterelnökség építészeti építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkárát. A kihíró NABEC képviseletében Daugner Anitát. A társ kihíró szervezet a Balatoni Szövetség elnökét Lombard Gábort. Mészáros Miklós polgármester urat, a házigazda Balatonból, valamint a pályázaton résztvevő épületek tervezőit, kivitelezőit, építetőit, a bírálóbizottság tagjait, illetve a sajtómunkatársait. Először szeretném felkérni Mészáros Miklós polgármester urat, hogy köszöntse a megjelenteket. Itt van, jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Itt valóban Balaton Bogán a Varga Béla művelődési házban, amely az egyik díjazott, nem csak a ház, hanem a tervezője Thor Péter és az ő csapata. Egy történelmi jelentőségű épületben vagyunk, hát nem tudja mindenki, hogy ebben az épületben működött a II. Világháború idején az egyetlen a világon a lengyel gimnáziumok közül, ahol a lengyel diákok érettségit tehettek. Hogy valóban 80 éves az épület, Kocsis Iván tervei alapján készült, és abban az időben 80 évvel ezelőtt egy remek mű volt, de valóban 80 év alatt elég jól megkopott, és most lett lehetőségünk arra, hogy felújítsuk, és erre a megyei pályázatunk a TOP keretében 260 millió forintos támogatást is nyertünk, amelyre megkeletkezett oldalunk a városi adófizetők pénzében, hiszen maga a felújítási költség 400 millió fölé került, de összességében óriási köszönet a magyar kormánynak, Móring Józsefnek, Attila fejlesztési biztosnak, a megyei közművésznek, hogy ezt létre tudtuk hozni, ezt a csodát, hiszen valóban régóta terveztük, hogy mindig a pénz hiányzott, és ez megjött a múlt évben is. Így tudtuk így ezt a házat így szépen, talán nem tudom azt, hogy semmi múltkorában létrehozni és újra tudják építeni. Természetesen nem csak a Bogláni Balatoni Ház díjazottjának és díjazottjainak jára köszönet, hanem mindenkinek, aki ma még díjat kap, de hát, így, tudják meg nekem, hogy egy kicsit a saját díjazottunkkal egy kicsit elfogultak vagyok. Nagyon köszönöm, hogy pont ide szervezték, ennek úrnak is, és a szövetségnek, és minden, természetesen minden díjazottnak gratulálok, de mondjuk egy teret különösen. Köszönöm szépen nekem. Köszönjük szépen. És pár szó azért Balatoni Háza pályázatról. 2021-ben már a negyedik alkalommal került kiírása ez a pályázat, amit a Nagyha Balatoni Egyesület és a Balatoni Szövetség közösen írt ki, mint kiíró. A kezdeményezés a miniszterelnökség építészeti építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkársága és erkölcsi támogatásával tudott megvalósulni. A pályázatot elektronikusan lehetett nevezni a megvalósult épületek terveivel, illetve a házról és környezetéről készült fotókkal.
megérkezett pályázatokból elmérállat után is mindig kiválasztott 8-at, melyet a helyszínen is megtekintett. A helyszíni szemületen került sor a Bírálló Bizottság ülésére, melyben részt vett a Veszprémi, Zolnai, illetve a Somogy megyei építészkamara küldötte, a Magyar Építészkamara küldötte, a Magyar Építőművészek Szövetségének delegáltja, valamint a két rendező civil szervezet, a Magyar és Udalatú Szövetség részéről is egyet küld. A Bírálló Bizottság elnöke Fületi Zsolt, a miniszterelnökség építészeti építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkára volt. És most szeretném felkérni a miniszterelnökség képviseletéről, mint a vezetőről Deák Krisztinát, aki a bírálatban is nagyon örömmel részt vett, hogy ossza meg velünk pár gondolatát a tapasztalatokról, illetve a beérkezett pályaművekkel kapcsolatban. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Az építészet egyre gyakrabban kerül az érdeklődés homlokterébe. Mondhatjuk azt is, hogy divattá vált az architektúra. Az architektúráról a vélemény alakul. Számos nemzetközi és országos díj van, ami ezt jelzi. A mi díjunk, ennek kis testvére, hallottuk, hogy 4 éve adja ki a miniszterelnökség támogatásával ezt a díjat az itteni közösség, azonban ennek egy nagyon speciális és egyedi karaktere van. Ezért úgy gondoltam, hogy érdemes egy kicsit átgondolni, hogy az elégből szerinti szakmai irányítást végző miniszterelnökség számára miért is olyan fontos ez az évenkénti megmérettetés. Az első, ami eszünkbe jut, hogy kiemelten fontos, hiszen jogszabályban rögzítettem balatoni kiemelt üdülőkörzet, az egy országos jelentőségű terület, ahol nyilván kiemelten fontos a természeti táji épített örökségek védelmének összehangolása. De tudjuk, hogy minden jogszabály valójában annyit ér, amennyire meg tudjuk valósítani. Tehát a helynek csak akkor van haszna belőle, hogyha fel tudunk mutatni olyan értékes, mintaértékű példákat, amelyek ennek a jogszabálynak a valóságba való átültetését mutatják meg. Ezért nagyon fontosnak tartjuk, legyen az akármilyen kis léptékű munka, hogy ilyen példaértékű beruházásokat találjunk itt a térségben. Másrészt az is egy nagyon fontos dolog, hogy ez egy regionális díj. És az urbanista szemlélettel összhangban ez is segíti a területi értékalapú gondolkodásnak az elterjedését és megvalósulását. Harmadrészt, nem utolsó sorban, nagyon fontos, hogy az építészet örömmel veszik a megmérettetésben a díjakat. Nagyon hálás feladat díjat átadni, pályázatot kiírni és bonyolítani. De talán ebben ami a legfontosabb, hogy olyan tervek, olyan épületek valósulnak meg, amelyek a hely szellemének, karakterének tényleges megértésén, megélésén és figyelembevételén alapulva magas építészeti minőséget képviselnek. Mondhatjuk, hogy minden díj e célból jön létre, hogy valami népszerűsítse annak tárgyát, azonban, hogy ez eredményes is legyen, ahhoz elengedhetetlen, hogy a saját szakmánkon kívül megtaláljuk a civil közösségeket, a közösséget. És ebben elengedhetetlen érdeme van egy olyan közösségnek, egy olyan civil szervezetnek, jelesül itt a Nők a Balatonért Egyesületnek, aki egyrészt megtalálja ezeket a kapcsolatokat, másrészt pedig munkájában szintén az építészeti értékek megtalálását is zászlójára tűzte. A munkákról egyenként nem mondanék véleményt, hiszen nagyon alaposan külön-külön fel fogjuk tudni olvasni és el tudjuk mondani a véleményeket. Azon a összességében még annyit köszönnék meg mindenkinek, aki pályázatot adott be, hogy azzal, hogy jelentkezett és azzal, hogy beadta értékes pályaművét, hozzájárult a díj további presztízsnöveléséhez és a jövőjéhez. A győzteseknek pedig magam és helyettes államtitkárom nevében szívből gratulálok, és valamennyiüknek, akár győztes, akár nem győztes, akár tervező, akár beruházó, a jövőben nagyon sok sikert kívánok a szakmai életükhöz. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! És most szeretnék felkérni a két író civil szervezet képviselőjét, hogy mondjanak pár szót a pályázat, illetve annak céljával kapcsolatban. Először a Nők a Balatonért Egyesület képviseletében, Dalognál Anitát szeretném. Köszönöm szépen!
A Nők a Balatonért Egyesület nevében tisztelettel köszöntöm az év Balatoni Háza 2021. évi építészeti pályázat díjkiosztó ünnepségén megjelent vendégeinket. Külön köszöntöm a miniszterelnökség hivatal képviseletében megjelent Deák Krisztina főosztályvezető asszony. Hivatalunk a kezdetektől fogva támogatja e pályázati program lebonyolítását. Köszöntöm polgármester urat, a megjelent és a díjazott tervezőket is. Kihasználom az alkalmat, hogy a zsűri tagjainak megköszönjem az önzetlen munkáját, amivel hozzájárultak ahhoz, hogy immár negyedik alkalommal gyűlhetünk össze, díját adó alkalmat volt. A sajtó képviselőinek is hálával tartozunk, hogy beszámolnak erről az eseményről, és jó hírét viszik ennek a már hagyományosnak tekinthető kezdeményezésnek. Egyesületünk alapszabályban is rögzített célja a Balaton természeti és környezeti értékeinek védelme. Sokat fáradozunk a természeti értékek megóvásában. Számunkra nem csak maga a víz jelenti a Balatont, hanem a körülötte lévő tájjal együtt gondoljuk egységes egésznek. Külön dicséret illeti azokat az építészeket, akik ellenállva az építetők sokszor elrugaszkodott igényeinek, a helyi építészeti karakterek figyelembe vételével környezetbe illeszkedő épületeket terveznek, törekedve a zöld környezet megtartására, kialakítására. Perényi Tamás, Ibődias építész, 10 évvel ezelőtt elhúzott mondatai ma is aktuálisak. Tiszteletet csak akkor kaphatunk majd az utánunk jövőktől, ha tartásunk, méltóságunk függetlenné válik a minket körülvevő aktuális viszonyoktól. A díjazott tervezőknek gratulálunk, és a továbbiakban is izgalmas feladatokat és együttműködésre kész megbízókat kívánunk. Mert építészként én magam is tudom, hogy egy jó épülethez a megrendelő, a tervező és a kivitelező összhangban lévő hármas egysége szükséges és elegendő idő a tervezésre. Engedjék meg, hogy köszöntöm végén Péter Cuntor svájci építész gondolatét idézem, amikor 2009-ben megkapta a Pickel díjat. Így fogalmazott. Azt kezdem érezni, hogy az álmodozás innentől még könnyebb lesz. Remélem. Önök hozzá segítettek, hogy még erősebben kezdhessek álmodni. Ezt kívánom a megjelent építészetnek is. Szép feladatokat, jó álmodozást! Köszönöm szépen, és most Lombár Gábort szeretném felkérni a Balatoni Szövetség elnökét. Hiszen a rövid korban polgármester úr, főosztályvezető asszony, mindenki nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök. Először is a tanulmányzeteket hadd mondjam el. Nekem jelenzik Favacsovics Zoltán, aki nincs velünk, aki tudjuk jól, hogy ennek az egész pályázatnak az ötletadója és ennek a ötletgazdája. Tulajdonképpen jogulást kívánunk neki. Nagy Kárpát barátokat hiányolom minden Somogy megyéből. Tegnap találkoztam vele, nagyon nyomorultul nézett ki, úgyhogy azt mondta, hogy a mai napon nem szeretne senkit megfertőzni, és ezért nem jön el hozzánk, de ő ugyanúgy nagy dolgokat tett, és azt gondolom, hogy sokat tett ennek a díjnak a bírálatáért, és egyáltalán ebben részt vett. Az építészet művészet, ezt szokták mondani, és azért is, de ez így is van, mert a környezetünket több évtizedre, jó esetben évszázadra is befolyásolja. Tehát nagy a felelősség, ugyanakkor én azt gondolom, hogy csodálatos dolog az, hogy ilyen módon hozzájárul valaki a környező településnek, tehát a saját településének, az ahová tervezett annak a településnek, de egyáltalán az egész országnak a képéhez. Nagyon-nagyon fontos ez. Nagyon fontos az a Balaton esetében is, hisz ugye aktualitás az, hogy 23-ban lesz ugye a Veszprém Balaton 2023 a Európa Kulturális Fővárosa rendezvénysorozat, és ebben a Balaton is részt vesz.
és ebben a kultúrában nyilván az építészetnek is nagyon-nagyon komoly helye van, és én nagyon köszönöm mindnyájuknak, akik ebben részt vettek. Úgy tudom, hogy Veszprémből 8, talán Somogyból 3, és Zalából pedig 2 pályázó volt. Amikor először átadtuk ezt, vagy talán második alkalommal, nem is tudom, akkor csak veszprémi pályázók voltak, és én akkor azt mondtam, hogy majd felhívjuk a figyelmét a másik megyék építészeinek, hisz ők is éppen olyan szép dolgokat és jó terveket készítenek, hogy érdemes megmutatni ezeket is mindnyájuknak. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt vannak velünk. Gratulálok az indítetőknek, nyilván ők is kellenek ahhoz, hogy egy olyan építészt keressenek, találjanak, akinek az ötleteivel azonosulni tudnak. Az építészeknek köszönjük, hogy megosztották velünk a gondolataikat és a műveiket. És hát én örülök, hogy van egy ilyen rendezvényünk, mert ez egy értékes rendezvény, amit érdemes folyamatosan fenntartani. Köszönöm a segítséget, a kormányzati segítséget, illetve a társrendező segítségét. Köszönöm szépen még egyszer, és köszönöm, hogy itt van. És most az ünnepélyes díjkiosztás következik. Először kiszólítom a díjazottat, majd felolvasásra kerül a laudáció, és utána következik a díjátadása. A három kategória nyertes épületépítész tervezője pénzdíjazásba részesül, összesen bruttó 1 millió forint értékben. A kategória nyerteseknek az üvegplakett díjat átadja majd Deák Krisztina, a miniszterelnökség képviseletében. Az oknevél átadására felkérem majd a Domnárnak, tehát a Nobel képviseletébe, és Lombard Gábor elnök urat pedig egy finom balatoni bor átadására szeretném így kiszólítani ide. Esetleg fáradjatok ki, vagy fáradjatok ki. És akkor első kategóriám az Én-Balatoni lakóháza lesz. Az Én-Balatoni lakóháza címe 2021-ben egy lakóház és kávézó csopakon nyerte el. Tervező Mészáros Krisztina, szeretném őt kérni, hogy fáradjon ki hozzám. Gratulálunk a díjhoz, köszönjük szépen! Az Én-Balatoni gazdasági épületet díj, és ezt pedig a Balogh pincészet Pécsejből, illetve annak tervezője nyerte el. Csermáti Cement Andreát szólítom ki a díjátvételére. És a harmadik kategória az Én-Balatoni középülete volt, és az pedig a Balatonfenyvesi gyermektábor épülete nyerte el, aminek a tervezője Dénes György, szeretném őt szólítani. Kérem, hogy maradjon, és a többieknek megköszönöm a közbeműködés segítséget. És a különbözők átadása következik. Hasonlóan átadás menete az előzőekhez. Először a Balatoni Szövetség különbözőt szeretnénk átadni,
amit a Lóczi Barlang Látogató Központ tervezője Mezei László számára. Balatonfüreden valósult meg ez az épület. Díjat átadja a Lombard Gábor a Balatoni Szövetség elnöke. És akkor a következő különdíjunk a Magyar Építész Kamara különdíjhoz. Felkérem a kamara képviseletében Mihály Bőkét majd a díjátadásáért a laudáció felolvasására, és a díjat pedig, nem lepek meg ezzel senki, a Balaton-Bográri Kultúrház nyerte, építésztervezője Pór Péter, belső építésztervezője Kapinya Tünde. Őket szólítom. Köszönöm. Tervezőt Polt Pétert, okleveles építészmérnök és Pápler Kapinya Tünde, belső építésztervező. Az 1939-ben tervezett épület, melyet előtt a lengyel menekültek használta a gimnáziumként, majd a II. Világháború utáni időktől működik kultúrházként dr. Kocsis Iván boglári tevékenységének a templom és a plébánia mellett fontos állomása. A kocsisi hagyomány a keresetlen szavak, az ízléses és rendkívül arányos olasz könnyedségű építészet, melyhez az egész életművön végigvonuló visszafogottság, költségérzékeny mérnöki pontosság párosult, és sajátja ennek a műnek is. Ebbe a kiadált építészeti univerzumba beavatkozni óriás felelősség. Értő tisztelet, de bátorság is kell, csak hivatási rendi elkötelezettséggel és tehetséggel szabad. A tervező Pór Péter építész és Káter Kapinya Tünde belső építész megmutatta, hogy mindkettővel rendelkezik. Érti és érzi Kocsis világát, és hozzá tud tenni anélkül, hogy felforgatná azt. Becsülettel megoldja a meglévő épület használhatóságát szolgáló építészeti részleteket anélkül, hogy külső megjelenésében az eredeti épülettel versengő saját névjegy lerakásába kezdjen. Az épület mellett alázattal, de biztos kézzel megépíti a kocsis építészet redukált formanyelvén a szabadtéri színpadot, melynek lefedése a mai kor szellemében és formanyelvén fogan. Belépve az épületbe, a tanítvány fiatalos lendületével azonban már meghaladja a mester. Egy új világot beszél el a saját nyelvén. Hogy ez az új belső világ mégsem feszíti szét az eredeti művet, egyetlen okkal magyarázható. Az eredeti épülettel azonos építészeti minőségben készült, a játékos, mégis fegyelmezett geometria, az anyagok szépsége, színe, bátorsága, különös varázslatos tereket eredményeznek. Ami azt is bizonyítja, hogy Kocsis Iván szűkszavú, klasszikus terei az emberöltőkön átváltozó térben is képesek befogadni új rendeltetéseket, új anyagokat és új formákat. A múlt és a jelen új értéket teremtve most már együtt szolgálja a használóit. Az épületet a Magyar Építész Kamara külön díjban részesíti. És végül, de nem utolsó sorban, az Almegyei Építész Kamara külön díját szeretnénk átadni. És hát a pályázathoz nagyban hozzájárult a lebonyolításához a bíráló bizottság minden évben, most is nehéz dolga volt természetesen. És felkérem Mohár Gábor elnök urat, a Balatonfüredi elnökét, hogy a bíráló bizottság jelenlegi és egészséges tagjainak egy-egy üveg balatoni borral kedveskedjen. Fel is olvasnám, aki közöttünk tud most lenni. Először is Mohár Gábor szeretném kiszólítani a Magyar Építész Kamara.
miniszterelnökség képviseletében Deák Krisztinának szeretnék megköszönni. Reng Zoltánnak, az Alamegyei Vészkamarának a delegátnak. Tavalyi sikerek után most a Művelődési Ház lett az év balatoni háza külön díjasa. Hogy döntötted el, hogy idén ezt az épületet fogod benevezni? Hát tavaly is már nagy dilemmában voltunk, mert mind a kettő épület már kész volt, és úgy éreztük, hogy elég jól sikerültek, és talán van esély eredményt elérni ezen a egyébként elég rangos megmérettetésen. És végül is, mivel a ravatalozó picit előbb elkészült, azt gondoltuk, akkor ezt beadjuk előbb, aztán megpróbálkozunk ilyen ezzel az épülettel. Mik voltak a kiírás feltételei, és milyen kritériumok mentén dönt ilyenkor a zsűri? Hát ugye több kategóriába lehet indulni. Mi a középület kategóriát céloztuk meg, van lakóház épület, gazdaságépület, üdülőépület, és igazából a zsűri az egy erős szakmai szempontok szerint bírálja, ami különösen nagy értéke is ennek a versenynek, tehát ugye én a Magyar Építészkamara külön díját kaptam, amire nekem nagyon, itt szakmai nagyon nyilván büszke vagyok, de ezt nagyon gyorsan szeretném még itt az elején még elfelejteném, hogy ez a díj ez alapvetően nem egyéni munkám eredménye, hanem kolléganőm, aki sajnos nem tudott itt lenni betegség miatt, Táplár Kapinya Tündével együtt készítettük ezt az épületet. A belső részben neki nagyon nagy oroszlán része volt, ez a kis nőies finomságok, amik ebben megjelennek, az az ő keze munkája. És hát végig közösen dolgoztunk, tehát neki is itt lenne a helye mellettem. És hát ugye a zsűri értékelése alapján, amit kiemeltek, hogy ez egy, ugye egy meglévő helyi védettséget élvező régi épület, ami annak idején is egy egyszerű, de magas színvonalat képviselt, ugye Kocsis Iván tervezésében, és hogy ezt az épületet mi meg tudtuk őrizni ebben a úgymond eredeti formában, viszont kiegészítettük egy olyan újszerű belsővel, ami egy mai, kicsit frissebb megjelenést biztosít az épületnek, de nem akartuk ezt nagyon kihangsúlyozva, hogy mi most ezt az épületet teljesen áttervezzük, tehát egy ilyen alázatos magatartás volt a régi épülettel szembe, kiegészítve a mai elemekkel, és ezt úgy értékeltük, hogy ez egy nagyon nagyon jó összhangot teremtett a régi és az újnak az egymás mellett élése. Ez a színpad is, ami mögöttünk az udvaron van, ez is, hogy azért a régi épületnek a stílusában, a belsőnek a színei, burkolatai megjelennek, tehát hogy ez is egy egységet képezett a belsővel, és hát úgy értékelték, hogy ez egy követendő példa a régi épületeknek a megújításában is. Mik a következő építészeti tervek Balatonbogláron? Hát most inkább ilyen közterület fejlesztésekben vagyunk benne, ami még elég távoliak, ezért talán nem is biztos, hogy erről most nagyon kell beszélni, de benne van a Vörösmarty térnek egy kicsit nagyobb felújítása, átalakítása. Ez még azért elég távoli dolog. Ami kicsit konkrétabb, ugye Kislakon a Jánoshegy látogató központ, ami a Kislaki Kultúrház mellett fog valószínűsíteni, most már ugye eldőlt, hogy ott fog megépülni. Ez egy önálló épület lesz a kultúrháztól függetlenül. Most tervezzük a kultúrháznak a felújítását is ebben az évben, jövő tavaszra, és hát ez úgy gondolom, ezzel az új látogató központtal együtt a kultúrház megújítás egy nagyon szép kis komplex épületegyüttes lesz Kislak központjába, ami hát hogyha új reményeket ad egy újabb pályázatra, de hát ez nyilván most csak így viccből mondom még, de ez most amin dolgozunk elsősorban, aztán meglátjuk még milyen munkák jöhetnek be. Péter, mi a sikertitka és mit jelent számodra most ez a díj? Húha, a sikertitkát nehéz megmondani. De... Építészeti sikertitka. Tudom. Hát én egyrészt nagyon szerettem a szakmámat, szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy gyakorlatilag most azt is mondhatom, hogy nem csak munkának tekintem, hanem ez nekem majdnem, hogy szabadidő is, tehát ez persze néha hátrányt is okoz, mert az ember hétvégén is csak dolgozik,
de tényleg nagyon szerettem kitalálni a dolgokat, elmélyülni benne, amíg nem érzem azt, hogy nekem minden szempontból megfelel, addig nem tudok megnyugodni, tehát akkor képes vagyok eldobni az előzetes terveket és újra kezdeni, csak hogy legyen olyan végre, amire úgy érzem, hogy saját magam mércél szerint megnyugtató, ami persze nem azt jelenti, hogy mindenkinek tetszik esetleg, mert egy nehéz műfaj ez az építészet, ugye nagyon ki vagyunk téve a közvéleménynek, de ez ugye a szépsége is. És ilyenkor, mikor kapunk egy díjat, akkor ez egy nagyon jó elismerés, hogy amit főleg egy ilyen magas rangúnak nevezett szakmai díjat, az egy elismerés, hogy amit csinálunk, az mégiscsak a szakma is elismeri, talán jó úton járunk, és egy új lendületet is ad a következő munkákhoz, hogy na, hát van értelme, mert megvan az eredménye. Úgyhogy hát ez nem tudom, hogy titka, de nálam így működik. Köszönjük szépen, és szívből gratulálunk. Köszönöm szépen.